Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. Ismételten elérkeztünk egy snapshothoz, és ugye mondtam, hogy itt az 1.12 fejlesztésének a végén vagyunk, tehát főleg bugfixek fognak érkezni a játékba. Hát ez most tényleg így van, viszont azért van néhány apró újdonság, amiről beszélni szeretnék. De hogyha a következő snapshotban csak bugfixek lesznek, akkor arról már nem fogok videót készíteni. Viszont ebben a videóban a 17W18A és B snapshotokról lesz szó. Aki esetleg nem tudná, hogy itt miről van szó a többi területen, annak ajánlom az 1.12-es snapshotokhoz tartozó bemutató sorozatomat. Ebben mindent részletesen elmagyarázok ezekkel kapcsolatban. Viszont akkor térjünk is rá, ennyi minden került be, itt a táblákra felírtam mindent. Szerintem akkor vágjunk is bele, először is a fejlesztésekkel, a fejlődésekkel, tehát az advancementekkel kezdeném. Ugye ezzel kicserélték, illetve lecserélték pontosabban az előző achievementeket, tehát a mérföldköveket. Szóval új advancementeket kaptunk, ugyanis hogyha bejövünk ide ebbe a menüpontba, akkor ugye láthatjuk itt a szokásos menüpontokat, a Minecraft, a Nether, az End, illetve a kalandozás menüpontot, illetve most megjelent egy ilyen mezőgazdasággal kapcsolatos menüpont is, láthatjátok, hogy ilyen kapált föld lett a háttér, és van itt néhány fejlődés, ugye ez itt a kezdő kiinduló pont, ezt kell teljesíteni ahhoz, hogy ezeket feloldjuk, például a papagájok és a denevérek, ez azt jelenti, hogy két állatot kell szaporítanunk egymással, és akkor megkapjuk ezt az advancementet, vagy például örökké legjobb barátok, ilyenkor meg kell szelídíteni egy állatot, vagy ugye itt van ez a harmadik, ahol el kell ültetni egy magot, és nézni kell, ahogy megnő. Illetve van itt ez a 2x2, aminek ugye az a lényege, hogy az összes állatot szaporítsuk. És láthatok itt egy másik érdekes dolgot, 10 per 10. Ez nem csak ennél az advancementnél lesz, hanem másnál is. Például itt a Balance Diet, ez a kiegyensúlyozott étrend, 30 per 30. Ez azt jelenti, hogy egyél meg mindent, ami ehető, még akkor is, hogyha negatív hatással van rád. Tehát például egyél meg egy zombi húst is, annak ellenére, hogy ugye az megmérgez téged. És mit jelent ez a számláló? 30 per 30 azt jelenti, hogy összesen 30 étel van a játékban, tehát 30 ehető dolog van a játékban. Ebbe például az erjesztett pókszem is beletartozik, tehát tényleg ilyen negatív dolgok is. És ez a számláló is mutatni fogja, például itt a 10 per 10, hogy az összes állatot szelédítsük meg, ugye 10 állat van a játékban. Illetve még ezeket más advancementeknél is fogjátok látni, nem csak ennél a mezőgazdasági résznél, de mostantól ez a számláló is megjelenik, illetve a chatben visszatértek az értesítések, ugye amik korábban a mérföldköveknél is jelen voltak, tehát láthatjátok, hogy itt a chatben mostantól újra értesítést kapunk ezekről, ugye a legtöbb esetben arról fog szólni a szöveg, hogy Gibbi például, vagy ugye a játékos nevetek elérte a következő advancementet, és ugye itt van utána az advancement neve, viszont vannak challenge-ek is a játékban, tehát ilyen kihívások, a Szilillával fogja írni, illetve nyilván más fog hozzáírni, nem advancementet, hanem challenge-et, illetve még célok is vannak, tehát gólok a játékban, ennek is külön szövege lesz, és láthatjátok, hogy hogyha rávisszük a zöld részre a kurzort, akkor ugyanúgy, mint korábban az achievementeknél, itt is kapunk egy leírást, tehát például a The End Again, tehát a vég újra, respawnolt, tehát élesz újra a végzett sárkányt, az Ender Dragont, tehát ezekről mostantól értesítést fogunk kapni, illetve magyarázatot is ezekkel kapcsolatban, úgyhogy ezek visszatértek a játékba. Illetve még néhány változtatás történt az advancementekkel kapcsolatban, például a távolságon múló fejlődések mostantól megváltoztathatók. Ugye például van az a kihívás, illetve fejlődés, hogy lőjünk le egy csontvázat 50 blokk távolságról. Mostantól az megadható, hogy vízszintesen, tehát horizontálisan legyen ez 50 blokk, tehát mondjuk ott állna az a csontváz és innen lőném le, vagy akár függőlegesen, tehát vertikálisan, ami azt jelenti, hogy mondjuk ott lenne alattam, és én 50 blokk magasan vagyok, és innen le tudnám lőni. Illetve abszolút érték is lehet, úgyhogy ezeket is mostantól meg lehet változtatni. Illetve egy új parancs érkezett a játékba, szintén az advancementekkel kapcsolatban, amivel le lehet tiltani ezeket az értesítéseket. Tehát ha én ide beírom, hogy per game rule announce advancements, tehát advancementek hirdetése, és ezt ugye lehet true-ra, illetve false-ra állítani, ha a false ugye az a letiltás lesz, most ezt letiltottam, és hogyha most azt írom be például, hogy per advancement... Nem, revoke, ugye most elveszek mindent, everything, igen, és most újra megadom magamnak, akkor már elvileg nem fogok ezekről értesítést kapni, mindjárt megnézzük. Valóban. Tehát most újra elkezdte ugye ott számlálni oldalt ezeket a advancementeket, mert most újra megkaptam, viszont itt
láthatjátok, hogy meg is adta valóban, viszont nem kaptam erről értesítést, mint korábban, úgyhogy ezt mostantól be lehet állítani. Ez is egy igazából hasznos dolog, például szerveren lehet hasznos, hogyha többen játszotok és nem akarjátok egymást idegesíteni azzal, hogy a chatbe folyamatosan kírja az több száz ember közül, hogy ki melyik advancementet érte el. Illetve még van egy másik parancs ezekkel kapcsolatban, ez a reload, tehát az újratöltés parancs. Igazából ez csak félig kapcsolódik az advancementekhez, a másik a loot tableshoz kapcsolódik, viszont mégis ide soroltam. Ezeket egyébként command blockból nem lehet futtatni, csak is a chatben lehet, és hogyha beírom, akkor látni is fogjátok, hogy mi fog történni per reload. És ki is írta, hogy sikeresen újra töltötte az összes loot table-t, illetve advancementet, tehát ez erre lesz jó, hogy újra töltse ezt a két dolgot. És az advancementekkel kapcsolatban igazából le is tudtuk ezeket a dolgokat. És akkor térjünk rá a következőre, ez pedig a hátrafelé járás. Ez egy ilyen kis apróság végül is. Ugye korábban, a korábbi verziókban úgy járt hátrafele a karakterünk, hogy közben oldalazott. Tehát nem... most megnézitek, én előre megyek, és láthatjátok, hogy tök egyenesen megyek előre, ez irány is így volt, viszont hátrafele is mostantól így fogok menni. Tehát ez így fog működni, viszont korábban oldalazva hátrált a karakter. Hát ez egy kicsit szerintem... irreális volt, most ez sokkal realisztikusabb lett. Nagyjából egyébként a való életben is így hátrálna egy ember. Úgyhogy igazából egy ilyen kis apró újdonságot kaptunk a játékba, annyira nem lényegre törő, de ez is fel volt sorolva, úgyhogy ezt is bemutatom nektek. A következő létrákkal kapcsolatos, ez is csak egy kicsi változtatás. Keresek gyorsan magamnak egy létrát, illetve bármilyen lépcső jó nekem. Például ez a tölgy. Oké, és mostantól a lépcsők hátuljára is tehetünk létrákat. Tehát ha rakok ide egy ilyen kis gyönyörű létratornyot, ami egyébként lépcső, tehát lépcsőtornyot, akkor láthatjátok, hogy tökéletesen le lehet ide rakni őket, és fel tudok rajta menni, annak ellenére, hogy ez mindegy lépcsőn van. Természetesen az oldalára, illetve az elejére még mindig nem lehet tenni, tehát most próbálkozok, nem történik semmi, de mostantól ez is lehetséges. Igazából ez nem csak a túlélőben lesz jó, hogy még több helyre tudtok létrát rakni, és még több helyen tudtok közlekedni, hanem építészeknek is lehet, hogy új dizájnelemeket tud nyújtani. Illetve még egy utolsó változtatás, igazából már csak szóban fogom megemlíteni ezt. A térképeken ismételten megváltoztatták a színeket, ugye ebbe beletartoznak a terrakotta, a glazed terrakotta blokkok, a sima terrakotta blokkok, akkor a szőnyegek, a egy gyapjú blokkok, minden ilyen színes blokk, például a sárkerek is, ugye sárkörboxok, tehát ezeknek is egy kicsit megváltozott a színpalettájuk, viszont el is érkeztünk ennek a videónak a végéhez. Tényleg egy rövid snapshotról van szó, így a videó is elég rövid lett. Viszont most már tényleg közeledünk az 1.12 kiadásához, úgyhogy most már nagyrészt a bugfixek fogják átvenni az újdonságok listáját, hogyha mondhatjuk ezeket újdonságoknak, és tényleges változtatásokról már nem nagyon lesz szó. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha ez így volt, akkor kérek jelezzétek ezt egy lájkkal, és írjátok meg kommentben, és találkozunk majd a későbbi videóban. Addig is, sziasztok!